Árvíz és földcsuszamlás pusztított Brazíliában, a katasztrófának legkevesebb 100 áldozata van, de a mentésben dolgozók szerint ez a szám még valószínűleg emelkedni fog. A sárlavina ugyanis 80 házat elsodort. A mentés lassan halad, egyes területek a sár miatt megközelíthetetlenek. 3 óra. Ennyi idő alatt következett be a katasztrófa Petropolisban. A brazil városra egy hónapnyi eső zúdult. Az utcákon hömpölygött a hegyekről lezúduló víz, a helyiek alig tudtak közlekedni. A neheze azonban csak ezután következett. Amatőr felvételek készültek arról, hogyan változtak az utcák előbb csak gyorsfolyású folyókká, majd egyre több sár öntött el mindent. A sodrás olyan erős volt, hogy fákat, autókat, sőt egy autóbuszt is magával vitt. A víz betört a házakba és az egyik bevásárló központba is. Innen a földszinten lévő üzletekből kisodorta az árut az utcákra. Voltak boltok, ahol az eladók comb középig élő vízben mentették az árut. A Rio de Janeiro közelében lévő népszerű hegyvidéki település II. Péter brazil császárról kapta a nevét. Bár a turisták körében nagyon népszerű, egy ideig ide biztosan senki sem látogathat. A 300 ezer lakosú városnak nincs olyan pontja, amely ne sérült volna meg a villámárvízben, illetve az azt követő sárlavinában. Ezen a felvételen látszik a pillanat, amikor a hegyoldal rázúdul Petropolis egyik negyedére, és lényegében letörli a házakat a föld felszínéről. A pusztítás mértékéről az ott élők azt mondták, olyan minden, mintha háború dúlta volna fel a vidéket. Legkevesebb 80 házat temetett maga alá a sár, ráadásul a rossz idő miatt sokan tartózkodtak otthonukban. A családom 8 tagja volt a házban. Még keresik az unokahúgomat és az 5 éves kislányát. Sohasem gondoltam volna, hogy ez itt megtörténhet. Ennek a városnak vége, mondta egy asszony. A mentők munkáját mindenki segíti, az épületek romjai és a sár alatt túlélők után kutatnak. A helyiek megpróbálják feltérképezni, mi maradt az özönvízszerű esőzés és a hegyomlás után. Itt az utcában mindenkinek 100%-os a kára. Nem tudom, hogy lehet majd itt újrakezdeni mindent, mondja egy férfi. A romeltakarítás elkezdődött, de az árkokba sodort buszokkal és a szétroncsolódott autókkal még nem tudnak foglalkozni. Mindenki a házát, üzletét próbálja menteni. Sarat lapátolnak az utcákon, járműveket ásnak ki a sárból, munkagépekkel takarítják el az épületek darabjait, hogy járhatóvá váljanak az utak, ahol a helyiek elmondása szerint 2 méter magasan hömpölygött az ár. A katasztrófában több mint 100-an vesztették életüket, de a hatóságok szerint ez a szám várhatóan növekedni fog, hiszen rengeteg olyan ház van, amit a sárlavina maga alá temetett, a mentőegységek pedig még nem tudták elérni. Petropolisban eközben a megtisztított utakon már érkeznek a segélyek. Ágyakra, sátrakra, élelemre, vízre és maszkokra van a legnagyobb szükségük a helyieknek. A város vezetése rendkívüli állapotot vezetett be. Több száz embert evakuáltak a városból, és a közeli települések iskoláiban, templomaiban helyezték el őket. A térséget legutóbb 2011-ben sújtotta hasonló természeti katasztrófa. Akkor 900 áldozata volt az árvíznek és a földcsuszamlásnak.